De valami összen kicsit megsirettünk itt a végén. Keserédes győzelem, de hát mégiscsak szép győzelem a hazai pályától való búcsú. Igen, én is úgy gondolom, ugye, mert tudtunk mérkőzés előtt, hogy sajnos ez lesz az utolsó hazai mérkőzésünk, úgyhogy ennek megfelelően megpróbáltunk mindent beladni, és hál' Istennek nagyon szép győzelem sikerült ez. És nagyon nagy létszámú közönség is meglátogatta titeket a mérkőzésen. Ez milyen töltetet adott így a meccsre? Abszolút, tényleg nagyon fantasztikus volt a szurkolás, hogy végig buzdítottak minket, mi is, illetve a mérkőzés végén meg, ahogy kimentünk, tényleg abszolút nagyon pozitív, úgyhogy ezért sajnálatos ez a dolog, hogy ennek vége van. Vegyes érzelmeim vannak a mérkőzéssel kapcsolatosan, bár megnyertük a mérkőzést, de nem lehetünk felelőtlenül boldogok, mert lezárult egy korszak. Hogyan készültetek erre a mérkőzésre? Ugye a lélekben nagyon nehéz lehetett. Igen, nagyon nehéz volt, de a héten több megbeszélés is volt, és a csapaton lehetett látni, hogy úgy akar búcsúzni a hazai pályán a közönségtől, hogy megteszünk mindent, és nagyon örülök, hogy ez sikerült, és ki tudtuk szolgálni a szurkolóinkat, akik remek hangulatot teremtettek ma. Két szép góllal búcsúztál a hazai közönségtől, és egy 3-0-es sikerre. Igen, gratulálok a fiúknak, úgy érzem, ez egy óriási csapatgyőzelem volt, úgyhogy büszke vagyok a fiúkra. Milyen volt belőle a mérkőzés? Úgy érzem, hogy volt fordulópont a mérkőzésen, gratulálok a kapusunknak, aki első mérkőzésen hárította a 11-est, hogy utána sikerült megszereznünk a vezetést, és másik fél időben már kontrolláltuk a mérkőzést. Szemeden látszik azt, hogy bizony megsirattad ezt a mérkőzést. Igen, de valami összen kicsit megsirattunk a végén. Amikor eljöttünk a szurkolóktól, nagyon szeretem ezt a klubot, tényleg 22 éve, vagy 22 évig itt voltam, 22 és fél, és most el kell mennem, rossz érzés nagyon. Hogyan készültetek erre a mérkőzésre? Tudtátok, hogy ez utolsó hazai mérkőzés? Kicsit más volt a hét, mivel tudtuk, hogy tényleg vagy utolsó hazai meccs, mindenképpen nyerni akartunk a szurkolók miatt is, a klub miatt is, szerencsére sikerült, 3-0 jó játékkal, örülünk nagyon most.